átadták az idei év vármegyei prímadíjait Szekszárdon. A rangos elismeréssel azoknak a vállalkozóknak a munkáját ismerik el, akik szakmájuk, hivatásuk területén kimagasló eredményeket értek el, társadalmi szerepvállalásukkal példát mutattak. Fajszi Lajos, a Vállalkozók Országos Szövetsége Tolna vármegyei szervezetének elnöke beszédében kiemelte, a prímadíj a teljesítmény, a tehetség, a felfelé törekvés vágyának szimbóluma. A díjátadóval ezt értékeli a szövetség. Prima díjátadó ünnepség szerintem az ilyen évzáró, egy igazi megkoronázása mindig annak a sok munkának, amit ugye a vállalkozások egész évben folytatnak. Ilyenkor egy kicsit ki lehet kapcsolódni, egy kicsit lehet ünnepelni saját magukat, és természetesen a prima díjasokat is. A vállalkozásoknál nyilván persze a profit legfontosabb, hiszen valamivel fönn kell tartani a saját magát, a családját, az alkalmazottait, a cégét. De nagyon-nagyon odafigyelnek a mai vállalkozások már arra, hogy mi zajlik körülöttük. Tehát a társadalmi események legalább olyan fontosak számukra, és ebben szeretnek részt venni. Ennek az egyik óriási példamutató műve a prima díjátadó gálást. A díjakat 5 kategóriában osztották ki a 18. alkalommal megrendezett gálaműsorral egybekötött egész estés rendezvényen. Prima díjat kapott a Szakályi születésű Törő György fafaragó, népi iparművész, aki katonai emlékhelyeket, kis plasztikákat, népi játékokat egyaránt készített már hosszú pályafutása alatt. Fafaragó táboraiban pedig a népi örökség és a hagyományok átadása kap hangsúlyt. Egész nyáron gyermekeknek, kisiskolásoknak, óvodásoknak fafaragó táborokat szervezünk. Idén 7 túrus, közel 200 gyerek volt itt, és hát ez ennél csodálatos dolog nincs, amikor csillogó szemű gyerekekkel megtervezzük a játékot, a gyerekek érzik a fa illatát, a természetes anyagot, és amikor vége a tábornak, akkor pedig hazavihetik nagy örömmel. Mi az élő népművészetet szeretnénk, hogy gyakorlatba is átvinni, és hogy tovább éljen. Dr. Győri Attila munkáját a magyar oktatás és köznevelés kategóriában ismerték el. A Szekszárdi Balassa Kórház sebész-orvosa 2016-ban már közönségdíjat kapott, most prima díját vehette át. Először, amikor megtudtam, akkor nagyon-nagyon meglepődtem, hogy hát azért mégiscsak másodszor, azért ez egy nagyon nagy dolog, de őszintén mondom, nagyon-nagyon örültem, mert azért ebbe a társaságba tartozni nagyon nagy dicsőség, úgyhogy hálás vagyok érte. Törő György és dr. Beréti Attila mellett dr. Elter József okleveles mérnök hőfizikus munkáját díjazták, országos évvállalkozója lett dr. Gál Gábor fogorvos, kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat kapott dr. Macsek Sándor rendőrezredes és Beréti Zsolt vállalkozó. A Prima közönségdíjat 2023-ban a Dombóvári Kapostánc együttes vihette haza. A gála fényét Marcsek Máté zongorajátéka és Barát Kata ének hangja emelte. Écoutez-moi, mon chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, près des leurs, disent filles et noirs, de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, voilà, voilà. Me voilà même si mes ennemis y pour oui, me voilà dans les bris et dans le silence. Vármegyei évvállalkozója díjat 10 kaptak, köztük Pech Tibor. A Tamási Kereskedelmi Vállalkozó társadalmi ügyek mellett is kiáll, legutóbb defibrillátor készüléket adományozott Tamási városának. Pech Tibor szerint a hosszú távú sikertitka a jó csapat, a családi támogatás és a minél kevesebb hitel. 96 óta csinálom a vállalkozást, nagyon kicsibe kezdtük, és
Szerencsére azért elég szép eredményeket értünk el az évek alatt. Én úgy gondolom a tisztességes munkának, tisztességes kereskedelemnek, és nyilván a jó munkatársaknak is köszönhetem ezt az elismerést. Nálam is vannak olyan emberek, akik már több mint 20 éve nálam dolgoznak, próbáljuk őket megbecsülni, és hát ez a közös csapatmunka, ez mindig eredményre vezet azért. A Prima Primissima díjat 2003-ban alapította Demján Sándor vállalkozó azért, hogy a magyar tudomány, kultúra és sport nagyjai előtt tisztelegjen, a magyar értelmiség és a vállalkozói kultúra értékeit megőrizze. A Szekszárdi díját adó gála, kapcsolódva az országos rendezvényhez, szakmai és közéleti kategóriában ismeri el a vármegyében élő és dolgozó kiválóságokat.